Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Dismantle folytatása. Lássuk, kaptunk egy csomó fát, és amíg ezt vártuk, addig hát valamennyi erdőséget kivágtunk. Úgyhogy hét továbbitel is indíthatunk, hát nem egy nagy eredmény, de valami. Lássuk, mire megyünk akkor ezzel a csomaggal. Akkor ezek szerint zsebbe kell lenni a húzdeszkának. Na lássuk, mire megyünk. Maradt még 7 vagy 8, meg ott kilecül másik 7, úgyhogy kis túlzással egy következő adag majdnem megvan, reméljük mondjuk nem kell, de van. Picit több, mint kellene minimálisan, megkapunk rengeteg XP-t. Na, valahol ott lesz a torony. Itt van egy hideg gomba. Ja, azért elmegyünk. Mert az értékes. Két zombi, vagy farkas, vagy ami. Van. Fene tudja, nem látok semmit igazából. De nincs is. Akkor ez ennyi volt. Találtunk két farkast. És ez a híd már megvan, helyes, nem kell megépíteni. Nem külön-külön kell minden hidat megépíteni, hanem az összeset egy menetbe megépítettük, vagy ezek megvoltak. Mindegy, hogy melyik. Ez egy kicsit fájdalmasabb volt, mint szerettem volna, de... Menjünk a oszlop felé. Aktiváljuk, megkapjuk a térképet, bár azt eddig is láttuk a nagy részét, úgyhogy az annyira nem kivételesen szuper értékes, de nem fog ártani, mint ismeret. Arra van a másik, az mondjuk nyomokban hasznos. Jó, ezt legalább ki tudjuk fizetni. De akkor a szkennerhez kell még egy olyan másik típusú akármi. De a lényeg, hogy amit egyszer megöltünk, innentől kezdve, az halott marad. Mint ha lett volna valami furcsaság, bár lehet, hogy az nekem nem segít. Kaptunk egy csontot, hát... Yeah! Ide be tudunk nézni. Meg itt körbe tudunk menni. Ó, itt van egy egész nagy erdőség, meg minden házak. Ó, mindkét irányba. Akkor legalább valamit kapunk. Valami érdekességet. Plusz az első véglegesen kiirtott ellenfeleg. Az nem bontandó. Csont sose fog ártani, bár nem tudom, hogy mihez kell valójában. Eló, ásni való hely. És ha már itt járunk, akkor a csontokat összeszedjük.
modern nekromantánk elásott egy adag műanyagot. Nem mi más társnál. Nyilvánvalóan műanyagot kell elásni. Zacskót. Ó, és akkor itt az újabb ilyen bogyó. Itt van mit ásni? Nem. Próbálkoztunk, de nem. Jó, gyere! Aztán itt meg lessük meg, hogy mit találunk. Újabb puzzle, vagy ilyesmi vár ránk. Kérdéses, hogy akarjuk-e, vagy sem. Én érzem úgy, hogy nem kéne ráli... Ó! Oh! Oké. Okay. Na jó. Hát ez viccnek sem. Viccnek sem érdekel. Meg tudom mondani. Ez a fajta feladvány. Az a túloldalon van, akkor ahhoz nem kell semmi. Hát azért nézzük meg itt a legvégén mi van, bár úgy látom csak egy adag gomba. Mondjuk nem fog ártani két jóféle ilyen téli gomba. Mondjuk ezek szerint erre lehet egyébként használni, hogy random fölgyógyuljunk. Mert most fölgyógyultunk. Vágjuk ki a fát, és akkor látni is fogom, hogy mi van itt. A veszélytáblán kívül. Gyere ki! Ha-ha! Gondolom ez se. Ez meg nem megfelelő hozzá. Ha mindegy, felrobbantottuk. Ha beleállok, akkor se történik semmi. Van-e itt... Nem, nem lehet halászni a veszélyes hulladék környékén. Pedig móka lett volna. Akkor tekintsük azt, hogy innen indult a dolog. Innen jött a zöld trutyi, ami meg elindította a mi kis zombi apokalipszisünket. Vagy ez egy másfajta zöld trutyi. Csak véletlenül tűnik úgy, hogy akár ez is lehetne itt. Jó.
mondjuk tele vagyunk már, úgyhogy nem ártana egy tábortűz vagy ilyesmi. Hát lassan el kell hagynunk dolgokat, ami nem jó. Nem szeretjük az olyasmit. Itt se látok tábortüzet. De, van. És ha meggyújtjuk, akkor nem fogunk fázni. Akkor mentsünk. És akkor azzal is bejebb vagyunk, bár nem léptünk szintet, úgyhogy a szuper fontos feladatunk nincs. Na mindegy, az ajtót elbontjuk, de többit nem, mert igazából attól még, hogy kicsit megsérült, nem lehet jobb a helyzet, és előbb-utóbb úgyis majd leesik ez a megsérült zóna. Na itt viszont lehet halászni. Hideg halászat, ha nem fagyunk meg. Ami persze nem jó hír, mert meg fogunk fagyni. Nem is kicsit, hanem nagyon. Nagyon pusztultunk. Nem nagyon tudok halászgatni. Hogy kiürítsem ezt a mezőt. Azt hittem a vízbe dobta, és akkor tök jó. No, hát azt hiszem ezt a témát egyenlőre akkor hanyagoljuk. Our community is stronger and more prosperous than ever. There is no room for snakes here. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Oké. Találunk-e valami érdekeset? Nem. Hát majd erre körbe megyünk, sőt majd arra körbe megyünk. Meg arra. Remélem a hűtőt is el tudjuk bontani. Úgy látom egyébként nem. Hát az a közlekedés szempontjából célszerű lenne. Cserébe ez már nem ház, ha jól értem, és innentől kezdve akkor elkezdünk megfagyni benne. Ami sose jó hír. De hát ez van. Jó lenne, ha a farkas nem harabdálna, amíg nem felé nézek. Nem annyira önként néztem más irányba. No, se baj. Újabb híd.
Reméljük, ezt nem kell külön megépíteni. Akkor lehet, hogy izgatott leszek. De. Oké, akkor kell még 20. Meggondolom ott. Hát esetleg még egy 20, meg egy még ki tudja. Sőt, ott is úgy látom, hogy nincs. Fene tudja. Na mindegy, akkor kell 20. Még 20 fa. Ehhez a híthoz. Van itt valami? Fene tudja. Valamit, mintha láttam volna, de lehet, hogy csak egy kő vagy ilyesmi. Itt el lehet sompolyogni, és akkor ezt a hidat nem kell megépítenem, ha jól látom. Ami nem hangzik olyan rosszul. No, a szokás szerint nem tudtam elbánni az őzikével, mert menekül. Hát, az nem sok kárt ez benne. Oké, akkor itt kell nekem egy inventory ásó. Mert ez a cucc, ez határozottan ásnivalót mutat. De abban nem vagyok meggyőződve, hogy innen tovább tudok menni. Úgy látom, nem, ez ennyi volt. Mégse úsztam meg a hídépítést. Csak találtunk egy ilyen bányászható helyet. De attól azért sokkal nem vagyok előrébb. Csak nem annyira vészes. Mert legalább valami. Egy csomó gomba. Még egy őzvadász. Másik irányba megkerülhetjük, mert itt a híd van csak. Az nem vezet sehova. Hát, ha itt találunk valamit. Nem várok. Őzeken kívül. Ha ez a fa nem lett volna itt. No. Ho, mind a kettőt, az egészet be tudtuk szedni, és még az XP-t is. No, hát azzal, hogy leugrott, azzal megoldotta nekem a problémát. Fél siker. Vagy negyed, vagy tized siker. No, hát ezzel nem vagyok viszont akkor előrébb összességében, meg úgyse, hogy se. Továbbra is ugyanaz a helyzet, hogy kell fa végtelen. Végtelen fára van továbbra is szükségünk. Ja, hogy amit egy random megöltünk, de azokból így kipotyogott ilyenkor a szumó, vagy mi? Na mindegy, időnként találunk ilyen kék bogyót. Minden indok nélkül.
Nem fog ártani, csak nem örülök neki, hogy random elszórva találjuk őket. Erre felé lehet kimenni. Még arrébb erre felé. Hát, itt nem mondjak. Valamennyink van. Azt a még kettőt akkor bedobom. Ennyi az, amennyi van. 14. 20 kell. Kettő készül. Úgyhogy akkor kell még rengeteg. 4. Annyira nem is vészes. És persze most nem akar aludni, mert túl egyszerű lenne. No, itt tudok viszont tenni addig, amíg fát gyártunk. Akarok-e valamit egyáltalán tenni? Azt hiszem ezt nem végeztük el, itt ezt a rádiót nem szedtük föl, mert ott problémáztunk. Úgyhogy elmegyünk azért a rádióért. De ahhoz akkor vissza ide. És onnan teleportálunk dél felé. Aztán talán legközelebb megpróbálkozunk most ezzel a baltával, egy meg gránátokkal, meg mi egyébbel egy mehavadászattal. Addigra valószínűleg meg lesz a következő szint is. Hát, ha az ad valami hasznosat ehhez a mókához. Ja, hogy itt meg neki meleg van. Valóban. Akkor kell a cowboy sityak. Meg a másik, és akkor most nincs meleged. Nyavaja. És azt hiszem itt tudunk kimenni, meg itt körbe végig. És mivel ezen az úton még nem jártunk, így valószínűleg szinte mindent újra takaríthatunk. Belőled esik valami érdekes, vagy csak sima fa? Sima fa. Hát akkor nagy kaktusz, vagy nagy pálma. 90. Azt nem gondoltam volna, hogy ahhoz még csak nem is vagyok jó. Azt nem gondoltam volna, hogy még csak nem is lesz jó. Ez elbontható fa. Akkor azért bontom el, mert akkor kényelmesebb itt átsétálni a fán, a házon. Mint a többi megoldás. Meg mókás, hogy el lehet bontani egy házat. Bizonyos szintre.
Mondjuk, ha az épület helyett a zombit verném, lehet, hogy hasznosabb lenne. Ez a balta, ez nem egy célszerű házon belüli harcászatra. Lelkesen a felszerelést és a berendezést veri szét. Ahelyett, hogy a zombit ütné. Na mindegy, ha majdnem megvan az ajtó, akkor azt azért bontsuk ki, de annyira nem örülök. Ennek a résznek. No place for selfish actions. This is a automated recording sent from K23, the Crown Station. Hát ettől nem láttam előre. Ettől sem. Inkább így fogalmaznék. Gyere, zombi! Gyepáljunk! No, hát szintet léptünk. Úgyhogy menjünk vissza, nézzük meg, mit kapunk. Megvan a rádió is. Úgyhogy minden, ami kellett és akartunk, azt megszereztük. Ami meg hibázik, az most már nem is nagyon kell egyenlőre. Azonnali rövid távra. Nyilván minden kéne mindenhez, persze. Mint mindig. Na jó, ha már itt vagy zombi, akkor téged likvidálunk. Kékbogyót azt, igazából nem érdekel a kékbogyó. Most itt maradt. Van rengeteg belőle. Majd, ha egyszer érdekes lesz, akkor megszerezzük. No, dobjuk be a cuccokat, aztán lássuk, hogy mi az, amit kaptunk a szintlépésből. Haszontalan képesség. Na, HP az mondjuk annyira nem vészes. Esély, hogy többet cuccolunk, de a HP. Egyértelműen a HP. És favágó. Közelharc. Fák ellen plusz közelharc. Kevesebb sebzés, vagy több sebzés, de ugye nincs páncél. Ez mindig kérdés, hogy melyik a jobb. Nem is sebzés, hanem sebesség. Az mondjuk majdhogy nem a legjobb dolog, ami jöhet. Az majdhogy nem a legjobb dolog. Mert akkor nem kell annyit vacakolni. Ó,
akció közbe. No, hát a terv, akkor majd elmegyünk itt a fő zombihoz. De az már legközelebb. Mára ennyi. Fő zombi, meha.